A szerémségi maradékon jellegzetesen mezőgazdasággal foglalkoznak a helyiek. 2000 lelket számlál a település. Rendezettek az utcák és a házak. A gazdasági helyzet azonban itt is rányomja bélyegét a mindennapokra. Viszont az emberek nem az elvándorlásban keresik a megoldást. Nagyon sokat kell dolgozni. Reggeltől estig, szóval, és nem egyfajta munkát, itt vannak birkák is, van tehén is, a földet műveljük, van pálinka, főzünk, adjuk bérbe főzni a pálinkát, főzünk mink is eladóra pálinkát, úgyhogy mindennel foglalkozunk, amivel csak lehet, amivel egy kis pénzbe jön a házba, mindennel foglalkozunk. A helyi református lelkész is hozzájárult a munkahelyteremtéshez a faluban. Tevékenykedésének köszönhetően nyílt a magyar nyelvű óvoda is, amelyben két óvónő dolgozik. Próbáltuk vele felvenni a kapcsolatot, hogy ha esetleg segítségre volna szükségem, mint óvodai szinten, vagy mint magyarországi magyaroknak tanítás egyéb más szempontjából, akkor megkerestük és felajánlottuk neki a segítségünket, így kerültünk vele kapcsolatba. Az emberek 90%-a mezőgazdasággal foglalkozik. Néhányan a közeli Indzsián és Beskán dolgoznak, vagy idénymunkát vállalnak a földeken. Dohányt palántálnak és szednek, vagy a gyümölcsösökben dolgoznak. Az idősebb korosztály nehezebb helyzetben van. Lakodalomból szokok egy kicsit főzni, ha temetés van, hogy ilyesmivel bajlódok. A faluban hivatali munkahelyet csak elvétve lehet találni. A postán, az iskolában és az óvodában, illetve az üzletekben csak egy-két ember juthat munkához. Maradékon a földek megművelése és az állattenyésztés nyújt megélhetést. A falusi turizmus kifejlesztése pedig további munkahelyeket biztosíthatna az embereknek.